A csontos részekhez, főrész, a húsosabbakhoz éles kés kellett a disznó szétszedéséhez, bár a széken már évtizedek óta hagyomány, hogy a helyi székely közösség tagjai a farsangi időszak végén még húshagyó kedd előtt együtt vágnak disznót. Igazából disznóvágásunkat minden esetben a hamvazó szerda előtti hétvégén végezzük, azért, mert kedd este, tehát hamvazó szerda előtti estén, akkor a húshagyó bálunkat megtartjuk, és azon az estén a friss disznóvágásos termékeket szolgáljuk fel. Amíg a férfiak a hús feldolgozásával voltak elfoglalva, addig szorgos női kezek az ebédnek valót készítették. A disznótoros orjaleves alapételnek számít egy igazi bátaszéki székely disznóvágáson. A húsleves az lesz az első menü, ugye? Majd a fiúk megfőzik, vagyis az Erős Jancsi szokta főzni a levest. Zöldséget pucoljuk hozzá, mindenféle zöldséget, sárgarépát, karalábét, karf, hagyma, paprika, zeller, zöldségzöldje, ezeket készítjük most elő, és amikor már szabad lesz az üst, akkor ez belekerül a levesbe. Mik lesznek? Ugye a leves az tele lesz zöldséggel, sárgalép a zöldség, és akkor főtt hús, ahhoz az lesz az első menü, utána lesz a töltött káposzta, és aztán a hurka és a kolbász. Azt majd a fiúk fogják előkészíteni. Az az igazság, hogy ugye ez az újkori divat már nem szoktunk belet pucolni. Az lenne az igazi, amikor belet pucolunk. Hát most nem pucolunk, hanem a boltba megvett beleket használjuk fel. Nem vették szét, amikor volt, akkor a galuskát csináltak benne. Természetesen a székely töltött káposzta, a galuska sem hiányozhatott a disznóvágásról. Néhány eredeti székely hagyományt, például a disznó szalmán való pörkölését már nem tartják a bátaszékiek, az eredeti erdélyi ételeikhez viszont ragaszkodnak. Fejes káposztát veszünk meg, és azt forrázzuk le. Az azt jelenti a forrázás, hogy vízbe sót teszünk, én legalábbis sót teszek, babillevelet teszek, és beleteszem, de nem főtt vízbe, hanem csak úgy magába lassan, és ahogy látom, hogy már puha a levél rajta, akkor leveszem, és visszateszem szerintem, úgyhogy ezt így végig csinálom az összes káposztával. Mikor már kész van, akkor azt a részt, ami az a van, az ilyen vastagabb rész, azt levágom róla, és akkor összegondolottam ahhoz, hogy tudjuk, hogy körülbelül mennyi van, azt is megszámolom, és utána teszek még sót a lejéhez, de megengedem, hogy az egy picit hűljön ki, és akkor teszek hozzá ecetet, ezzel leöntöm, de hozzáteszek akkor még csombort, mert a székelyeknek ez az igazi, hogy a csombor az adja még a legjobb ízt, még egy kis babél, vagyis hát szoktam tenni hozzá mondjuk borsot is, szemes borsot, de ehhez most nem tettem. És akkor egy körülbelül egy hétig hagyom, hogy az élődjön. Hát én tegnap, hogy ahogy kinyitottam, megkóstoltam, nagyon jó íze volt, és akkor hát most megpróbáljuk a tötött, vagyis a galuskát megcsinálni. Na most ahhoz, hogy hús kell, rizs, valamikor a székelyek nem sok paprikát tettek bele, hát nem is volt igazán örölt paprika valamikor a székelyeknek, borsot tettek, sót tettek bele, ezzel ízesítették, és ezt csobbaították bele a levélbe, és így főzték meg. Na most ugye, hogy mivel mi már egy picit gazdabbak vagyunk, így teszünk hozzá egy kis hús darabokat is a tötött, vagyis a galuskát közé, és így főzzük meg. Hát tessenek eljönni este,
megkóstolni, mert nagyon finom lesz, ez biztos. Bátaszék igazi sok nemzetiségű település, a székelyek mellett felvidékiek, svábok és romák is lakják, ez a sokszínűség pedig a disznóvágáskor is visszaköszönt. Ma már Bátaszéken egy olyan szintű disznóvágást, ami kimondottan székelyes, azt már nem tudjuk, és nem is biztos, hogy szerencsés úgy végezni, hiszen őseink úgy kerültek ide, Bukovinából, és én azt gondolom, hogy minden népcsoport tanult a másiktól. Hát van, aki asztallapon szedte szét, vagy ajtólapon szedte szét a disznóját. A sváboktól ezt tanulták el a székelyek, a tudomásom szerint, hogy rémfára akasztották föl, és függesztve szedték szét. Úgyhogy mi ezt a stílust tartjuk most. A közel 30 éves múltra visszatekintő székely disznóvágás kiváló közösségi rendezvény is egyben, ami összehozza a település lakóit, ezt mondja Bátaszék polgármestere. Ennek a disznóvágásnak hát több évtizedes hagyománya van, talán már a 30 évet is meghaladja, hiszen amikor a bátaszéki székelyek baráti köre intézményesen létrejött, szinte az első évben már ezzel kezdődött úgymond a csapatépítés, hogy a székely hagyományokra épülve egy olyan disznóvágás, disznótort tartsanak, amikben felidézik a bukovinai székelyek disznóvágási hagyományait, hiszen itt ezen a disznóvágáson, bár a feldolgozás már nem úgy történik, mint annak idején Székelyföldön, hogy lapon dolgozzák föl, hanem egy kicsit már a sváb hagyományok is bekúsztak a disznóvágásba, de az ízesítés az ételeknek az székely hagyományok szerint történik. Amellett, hogy a gasztronómiának is hódolnak most már évtizedek óta a székelyek, természetesen ez egy nagyon jó közösségi élmény. Ugye korábban egy akkor fiatalnak számító korosztály indított el ezt a kezdeményezést, most már ők egy kis deresedett hajjal, de még mindig itt vannak ezen a rendezvényen, és nagyon sok fiatal kapcsolódik be. Azt gondolom, hogy ez továbbra is egy nagyon színvonalas rendezvénye lesz a Székely Baráti Körnek. A székely disznóvágáson készült ételeket kedden a húshagyati bálon fogyasztják majd el.